Váltsd verünk valóra! A műsort a Raiffeisen támogatja. A mai kérdésünk, mit kell tudnom lakásvásárlás előtt? És mit kell tudni, ha eladnám az otthonom? Milyen rejtett tulajdonságait nézzem meg egy lakásnak? Mik a legfontosabb részletei az adásvételnek? Milyen extra anyagi terhek járnak egy lakás vételével vagy eladásával? Ezekre keressük a válaszokat, vendégünk Balog László, az ingatlan.com vezető elemzője. Én Gyükeri Mercedes vagyok. Én pedig Stolcsa Viven. És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Köszöntünk László a stúdióban. A lakásvásárlás az egy igen nagy döntés minden ember életében, tételezzük fel, hogy valaki eljut erre a döntésre, nyilván rendelkezik valamennyi önrészsel, vagy legalábbis tud róla, hogy rendelkeznie kellene önrészsel. Egyáltalán hogyan fogunk neki egy lakásvásárlásnak? Szerusztok, köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Már csak azért is, mert valóban egy lakásvásárlás sok ember számára élet egyik legnagyobb döntése nem véletlen, hogy az ingatlan általában a magyarok életének a vagyontárgyát jelenti, hiszen a magyar lakosság több mint 90 a saját ingatlanban lakik, ezért amennyire szép kihívás egy ingatlant megvásárolni, legalább annyira stresszes is, hiszen több millió forint forog kockám. Amikor az általad említett döntést, tehát például lakásvásárlást útjára lép valaki, ez mindig valamilyen élethelyzetváltozáshoz köthető. Ilyen tipikus élethelyzetváltozások azok, amikor valaki kirepül a családi fészekből, elhagyja a mama hotelt, eddig albérletben lakott, de most úgy, úgy ítéli meg, hogy már van olyan anyagi helyzetben, hogy inkább vásárolna. Ez is egy izgalmas kérdéskör, hogy mikor érdemes lépni inkább vásárlás irányába a bérlés helyett, vagy hogyha már párkapcsolatban is jönnek a gyermekek, vagy a szomorú élethelyzetek, amikor vállásról van szó, és egy ingatlanból kettő ingatlant kell varázsolni, és hasonlóan szomorú, de sajnos az élet körforgásához hozzá tartozik, hogyha öröklés történik a családban, mert elhúny az egyik nagyszülő, és ebből az örökségből például egy unoka saját életet tud kezdeni saját ingatlanban, ez mind-mind tipikusan az a helyzet, ami tipikusan ingatlan adásvétel jár együtt. Na és akkor hogyan kezdünk elnek neki? Azt kell tisztázni, hogy mik az igényeink. Tehát, hogy amikor ingatlan vásárlás mellett döntünk, vagy erre határozunk el magunkat, érdemes tisztázni, hogy milyen funkciókat kell az adott ingatlannak teljesíteni. Az a fontos számunkra, hogy legyen jó helyen, mert nagyon fontos, hogy például a családtagjainkhoz, a munkahelyünkhöz, vagy ha még iskolába járunk, akkor az iskolába, egyetemhez, főiskolához közel legyen. Hányan szeretnénk költözni? Van-e megfelelő mennyiségű terület? Van-e megfelelő számú szoba, ami kényelmesé teszi az ottlétet? Mik az elvárásaink az ingatlan állapotával kapcsolatban? bevállalósak vagyunk, és azt mondjuk, hogy ide nekem az oroszlánt is, jöhet egy teljesen felújítandó ingatlant, ennek élvezem azt az előnyét, hogy olcsóban meg tudom venni, de cserébe nekem kell ezt az igényeinek megfelelő lakható állapotra hozni, vagy inkább azt mondom, hogy veszek egy jobb állapotú, adott esetben egy új építésű ingatlant, és euh, inkább kifizettem azt a magasabb összeget árban. Ezek mind-mind olyan stratégiai jellegű kérdések, aminek az eldöntése már kis túlzással pályára is állíthat minket. És akkor megvan az ingatlan, amit kinéztünk magunknak, oda megyünk megnézni, a hirdetés után nagyon szimpatikus volt. Mit érdemes csekkolni így első ránézésre, második ránézésre? illetve mikor van az a pont, amikor egy szakemberrel együtt érdemes menni, megnézni a lakást, illetve milyen szakemberrel akkor már? Ez az ingatlan vásárlásán azért egy érdekes kérdés, mert mind az új, mind pedig a használt lakásoknál nagyon sok csontváz rejtőzhet abban a szekrényben, amit vagy szó szerint, vagy, vagy csak virtuális értelemben megvásárolunk az ingatlannal együtt. Ez egyébként egy rohamosan fejlődő terület, egyre több műszaki ellenőr vagy igazságügyi szakértő kínál fel ilyen szolgáltatásokat vevőknek, hogy, hogy kézen fogják őket, és hogyha adott esetben ők az élet teljesen más területén dolgoznak, és műszaki ügyekben nem annyira vannak otthon, akkor elmondják azokat az alapvető dolgokat, amit érdemes tudni egy-egy ingatlanról, annak az állapotáról és annak a várható következményeiről. Ennek nyilván díja van, ezt általában néhány tízezer forinttól egy 2000 forintig bezárólag szokták vállalni ingatlan típustól és alapterülettől és komplexitástól függően, viszont ezzel azért rengeteget tudunk spórolni, mert sokszor egy-egy rejtett hiba akár milliós költségeket is róhat a, az új tulajdonosra, persze ebben az eladónak is van felelősség, erről majd biztos beszélünk a későbbiekben. Ami viszont fontos, hogy, hogy azokat a dolgokat már mi is le tudjuk ellenőrizni, amiket a hirdetésben olvastunk. Tehát, hogyha ez az ingatlan egy felújított ingatlan, akkor kérdezzük meg, hogy milyen felújítás történt. Ez most egy tisztasági festés, amiről beszélünk, vagy ott esetben komolyabb felújításról is, felújításon is esett az ingatlan. Le lettek -e cserélve a burkolatok, ezt általában első ránézéssel látjuk. Az ott esetben vezetékek mikor lettek cserélve, milyen az ingatlannak az egyéb nem feltétlenül látható módon működő paramétere, mint a Fűtési rendszer, ez ilyen dolgokról, például a rezsiköltségekről érdemes számlákat bekérni az előző időszakra vonatkozóan. Ebben egyébként Elvilegben nagyon sokat tud segíteni az energiatanúsítvány, ami most már minden hirdetés feladásakor, illetve már az ingatlan, eladósorba kerülésekor kötelező elkészíteni, ez egy nagy változás, ami január 1-én történt az előzőekhez képest, mert akkor csak az ingatlanadásvételi szerződés megkötésekor volt ez szükséges, és ott nagyon sok paraméter ebben az új típusú energiatonosítványban már eleve tisztázásra kerül, mekkora az ingatlan energiaigénye, vannak felújítási javaslatok is az energiatonosító által megfogalmazva, ezeket érdemes áttanulmányozni, és azzal is tisztában lenni, hogy milyen típus az az ingatlan, amit nézünk. Ugye teljesen más kihívásokkal találkozunk egy családi házban, ami egy önálló épület, és a tetőszerkezettől kezdve a külső szigetelésig, ami feladatunk lesz ezt gatyába rázni, vagy karbantartani, tartani, hogyha jó minőségű ingatlanról beszélünk, és más a helyzet egy társasházi lakásnál, ahol mondjuk ezeket a feladatokat közösség a ház végzi, ezért nem is feltétlenül érdemes csak megállnunk, hogyha társasházi lakás, panellakás vagy téglalakás vásárolunk az, az ajtóban, mármint hogy csak a, a, azt az ingatlant vegyük szemügyre, amit mi megveszünk, hanem érdemes megnézni a, a társasházi alapítókiratokat. Érdemes megnézni azt, hogy milyen a lakóközösség, és most nem csak azt, hogy ki mennyire szimpatikus, amikor találkozunk a LIV-ben, udvariasan köszönnek-e, vagy mogorván befordulnak a sarokba, hanem van-e például olyan, aki adósságot halmozott föl a közös költségek, vagy az egyéb dolgok terén, van-e valami felújítási terv a társasházra vonatkozó, mert nem csak a behbes számít ebben az értelemben, hanem a külcsin, az ingatlan értéke szempontjából is, például, hogyha szigetel van egy külső homlokzat, egy társasházban az, 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 az a, az a le rengeteget lehet spórolni a közös költségen is. Van-e terben mondjuk hitelfelvétel az ilyen munkálatok mert hogyha igen, akkor az azt jelenti, hogy ez jelentősen növelheti a közös költséget. Egyébként csak egy érdekesség, hogy az ingatlan típusoknál is nagy különbség van árakban. Tehát például egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú lévő téglalakás, hoz képest egy panellakás 25-30%-kal olcsóbb, és ennek ugye megvan a maga oka, a 2000-es évek elején még szitokszóként szerepelt a panel az ingatlan piacon, most meg az egyik legkeresettebb ingatlan típus lépett elő, elsősorban az alacsonyabb ára miatt, de például egy panellakásnál nem, nem csak a, az ingatlan épült házgyári vagy standard technológiával, de a hibák is, a lehetséges hibák is sokkal standardebbek, mint mondjuk egy 150 éves téglépítésű lakásnál, vagy ott esetben egy családi háznál. Említetted azt, hogy van, aki bevállalós, és akkor vesz egy felújítandó lakást. Ugye pár évvel ezelőtt ugyanilyen bevállalásnak számított venni egy új építésű lakást, ami akár még nem, meg se épült, amikor mi megkötöttük az adásvételi szerződést. Na most én mind a kettőt megcsináltam, mind a kettőnél voltak jó és rossz tapasztalataim. Mi az, amit így általánosságban tudnál tanácsolni, mi az, amire nagyon ügyeljen, aki, aki akár az egyik, akár a másik típust választja? Hogyha az újépítési lakások szóba kerültek, ott érdemes elmondani, hogy ott az egyik legnagyobb fejlődés, amin végbe mentek a, ezek a beruházások, sok esetben nem csak az, hogy fejlődött a technológia, és most már nyilván a technológia hosszú távérten olcsóbb Előállítási költsége, ami sok esetben egyébként a, a építőanyag nem nagyon mutatkozik meg, mert ezek egyre drágábbak, de összességében jobb műszaki felkészültség, vagy jobb műszaki állapotú ingatlanokat lehet megépíteni. Viszont ennek a finanszírozása is nagy evolúció ment keresztül Magyarországon, mert az elmúlt év, években, évtizedekben az volt a gyakori, hogy például készültség arányos módon kellett ezeket a részleteket kifizetni, sokszor már a bankhitelt is úgy kellett fölvenni, hogy hogy én már úgy fizettem a törlesztő részletet, hogy még nem is laktam az ingatlanba, pont azért, mert, mert a készültség arányosan kellett törleszteni a tulajdonos felé, és hát azt nyilván nekem, mint hitelfelvőnek már fizetnem kellett. Most viszont főleg a nagyobb beruházóknál, és azok részéről, akik előírásszerűen szokták végezni a tevékenységüket, már nem ritka az, hogy, hogy 20% előleget le kell tenni, a szerződés aláírásakor, és a maradék 80 ot az csak akkor, amikor átvettük az ingatlant, és minden rendben. Ez azért például tudja kezelni azokat a félelmeket, ami abból adódik, hogy tervező asztal mellől megveszünk egy ingatlant, amikor még egy árva kapaágás sem történt még a helyszínen, és aztán ki tudja, hogy mi lesz, amikor felépül az ingatlant. Ha felépül. Most nagyon virágnyelven azt akarta jelenteni, hogy most azért nem kell attól tartani, hogy egy, egy ilyen nagy ingatlanfejlesztő bedől, mielőtt felépülne az a lakás, vagy az az ingatlan, ahol mi vettünk lakást. Szerintem a piac már átment egy olyan tisztító tűzön, hogy nagy ingatlanfejlesztők bedőlését Magyarországon szerintem most a jelen tudásunk szerint nem kell tartani. Nyilván más a helyzet a nagyvilágban, ahol az Evergrande ellen csődeljárás indult, aztán ki tudja ennek milyen világgazdasági turbulenciái lesznek majd, de most Magyarországon nem olyan a helyzet, most mindenki alapvetően nagyon ultrakonzervatív, tehát már látszik, hogy amikor az ingatlan piac egy picit megdöccent, egyből visszavették a a termelési tempót a beruházók is, és inkább nem építenek addig új lakásokat, amíg nem látják a fényt az alagút végén. Ez azért a, a vevőknek is okozhat egy kis biztonságérzetet. Más kérdés, hogy sajnos emiatt az újépítési lakásárak az egekbe emelkedtek, mert itt működik a kereslet és kínálat piaci egyensúly, hogyha nincs kínálat, tehát szűkül a kínálat, a kereslet viszont mindig van ezek iránt, a prémium termékek iránt, akkor az árak is növekednek egy lakásvásárlásnál mi legyen az a pont, vagy az a jel, aminél a fejünkben bekapcsol a vörös vészvillogó, hogy itt most, ha nem is teljesen átverni akarnak minket, de azért a valósnál jóval drágábban akarják ránk sózni az ingatlant az, hogy mi drága, meg mi olcsó az ingatlan piacon, az mindig egy ilyen relatív dolog. Most azt mondjuk, hogy az átlagos négyzetméter árak például Budapesten egy millió forint körül járnak, ez olcsónak semmiképpen se nevezhetők, de lehet, hogy három-négy év múlva Vakon aláírnánk ezt az 1 millió forintos négyzetméter árat, mert lehet, hogy akkor még többe fognak kerülni az ingatlanok. Ettől függetlenül való igaz az, hogy az eladók és a vevők fejében ugyanaz az ingatlan sokszor teljesen más árkategóriát képvisel, és ebben van egyrészt lehet, inkább úgy mondom, lehet olyan hatás, hogy valamit megpróbálnak túl, túlárazottan ránk sózni, amikor objektív módon teljesen igazolható, hogy ez nem ér annyit és lehet, hogy valamit még el is szeretnének így tussolni az eladók. Ez általában egyébként ez pont fordítva szokott lenni, általában ezeket az ingatlanokat szokták relatíve kedvező áron meghirdetni, és úgy, úgy, prób úgy próbálják eladni, hogy kedvezőbb az ár, de sokszor a probléma, amit a nyakunkba veszünk, ezzel sokkal nagyobb. Tehát sokkal többet bukunk azzal, hogy egy ilyen olcsóbb ingatlant megveszünk, és aztán annak a problémának a kibogozása sokkal többbe kerül, mint amennyivel olcsó olcsóban hozzá ez az ingatlanhoz, de van ebben, ebben, egy ilyen pszichológia is, ebben a, a kétarcúságban, hogy az eladók és a vevők teljesen másként tekintenek ugyanaz ingatlanra, és ez sokszor az eladók számára is skizofrén helyzetet okoz. Mire gondolok? Arra, hogy amikor valaki már eltölt 10-15 évet egy ingatlanban, minden előnyét élvezte, pontosan tisztában azzal, ez egy, ez egy, akár ilyen önigazolásként is működni szokott, hogy ha a piaci ár ennyi, az én ingatlanom ennél biztos, hogy többet ér, és plusz ez még párosul azzal, amit egyébként így a szakmában, vagy a közgazdaságtanban holland licitnek nevezünk, aminek az a lényege, hogy ha valaki egy terméket szeretne piacra dobni, akkor nyilván megpróbálja megkeresni azt az egyetlen egy vevőt, aki hajlandó ezért a legmagasabb árat fizetni. Ezért az ingatlanok esetében mindig az a leghatékonyabb megtudós, hogy jó magasára megkérdetjük, és elkezdjük csökkenteni addig a pontig, ameddig azt a bizonyos horgot a vevőbe nem kapja, és nekünk nincs is több szükségünk több vevőre. Ideális esetben, ha nem notórius csalók vagyunk, akkor egy ingatlan csak egyszer adunk el, és így, így tudjuk maximalizálni a bevételeinket. Ugye itt azért mondom ezt, hogy sokszor az eladóban is kizofrén helyzetet okoz, mert lehet, hogy egy ingatlannál Például egy eladó megsértődik, amikor valaki azzal megy oda, hogy mennyit engedsz a feléből, vagy ha nem is ilyen arcátlan módon, de csak 10-20-30%-ot szeretne alkudni, ezen megsértődik. Viszont ugye a, a magyarországi viszonyokból kiindulva, hogy az emberek több mint 90%-a sertőedőn ingatlanban lakik, ezért általában aki elad, az abból befolyó pénzből vesz is valamit, és hogyha ő vevőként lehet, hogy még aznap egy másik ingatlan megnéz, és ő próbálna alkudni, akkor meg ő van megsértődve azon, hogy hát de miért nem akar 10%-ot engedni az a másik eladó. Ettől függetlenül érdemes alap, alaposan átvizsgálni azt az ingatlanon, hogy amit a hirdetésben látunk, az úgy is van, az ismert műszaki dolgok kapcsán, a társasház ügyeit illetően, illetve akár a, a gépészeti megoldások, tényleg azok, tényleg ez egy mondjuk egy új gázcirkó, ami szerepel, mert ha az szerepel, nemrég cseréltük a gázcirkót, a nemrég itt lehet akár 15-20 év is, hogyha valaki 40-50 évig lakott abban az ingatlanban. Tehát ez mind-mind mind, mind alaposan érdemes ezeket megvizsgálni, és innentől kezdve tényleg csak a mi saját döntésünkön múlik, hogy mennyit ér meg nekünk ez az ingatlan. Tegyük fel, hogy megegyeztünk az árban. Mi jön ezután? Itt általában nem csak az árban kell megegyeznünk ahhoz, hogy sinre kerüljenek a dolgok, hanem az ütemezésben is. Itt már ugye nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy a vevő miből fizetni az ingatlant. Ugye most már a statisztikák szerint minden második ingatlanvásárláshoz hitelre van szükség. Ez azt is jelenti, hogy ez azért egy hosszú folyamat lehet, hogyha a vevő akkor kezd el szaladgálni a hitel lehetőségek után, amit már megegyezett az árban. Ezért is szerepel nagyon sok ingatlan hirdetésében az, hogy készpénzes vevőket várunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha bejön egy vevő, aki tényleg ad egy tisztességes ajánlatot, akkor biztos, hogy elhajtják, mert sok esetben, hogy a tényleg vevő van, és tényleg kifizetés, tényleg nagy valószínűséggel végigmegy a hitel folyamaton, az eladó első ránézésre történő benyomás alapján, akkor ugyanúgy meg tud egyezni. Azt is érdemes egyébként hogyha már itt Iván kérdése kapcsán vizsgáljuk ezeket a dolgokat, hogyha csak készpénzes vevőket várnak, hogy annak mi az oka? Ez a kényelmi szempont, vagy esetleg az, hogy az ingatlan rendelkezik olyan paraméterrel, ami miatt nem kapunk rá hitelt. Mert ott azért hiába egyezünk meg az árban, és ott menet közben derül ki, hogy, hogy mégse stimmel a dolog, mert mondjuk nem lakóingatlan, lakásbesorolással szerepel a tulajdoni lapom, vagy nem olyan övezetben fekszik az ingatlan, amit a bank hitelezne, akkor az nagyon problémás lehet, hogyha menet közben mondjuk már letettük a foglalót. Mert általában ugye ahhoz, hogy megegyezzünk valakivel, valami fajta biztosítékot is lehelyezünk át a ügyvédi letétbe, ez a tipikusan a foglaló, ami az ingatlan értékének a 10 a és ehhez csak akkor kapja meg az eladó, hogyha létrejön az ügylet. Na igen, de mi van akkor, hogyha például menet közben derül ki, hogy Bizonyos paraméterek nem teljesülnek. Mi van akkor, hogy ha, ha nem kapok hitelt? Pedig egyébként minden rendben van az ingatlannal, ezt is érdemes tisztázni a, a, a megállapodás során, hogy ne emiatt ne járjak rosszul duplán vevőként, ha például letetem a foglalót, és nem zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy ha én nem kapok hitelt, akkor a foglaló visszajár, akkor lehet, hogy nem csak, hogy nem kapok hitelt, de még azt a 10%-ot, ami sok millió forintot is kitehet, azt is elbuktam. És beszéljünk egy kicsit a dolog másik oldaláról is, az eladói oldalról. Tehát ha valaki lakást elad, akkor milyen alapvető jogai vannak, illetve mire érdemes nagyon odafigyelnie, hogy, hogy ő is a pénzénél legyen, hogy őt se verhessék át, ő szempontjából is korrekt módon menjen végig az egész folyamat. Eladóként ugye a legkardinálisabb kérdés az az ár és a vételár beérkezésének az ütemezése szokott lenni, már csak azért is, mert ugye a, az ingatlan tulajdonjogának a bejegyzése a földhivatalba, az csak a, a, az ingatlan teljes együtt történik, tehát attól általában nem kell tartani egy eladónak sem, hogy pénzt se kapott és az ingatlant is kiátszották a kezei közül, mert ez ez az esetek legritkább, ilyenre szerintem már 20-30 éve, hogy az ingatlan maffia kora óta nem nagyon volt példa, meg elvi lehetőség sincs nagyon rá. Ettől függetlenül eladóként érdemes arra odafigyelni, hogy ha mi is szeretnénk tovább lépni, a következő otthonunkba, akkor ne essünk két szék között a pad alá. Számtalan olyan történetet hallottam, még a 2015-16-os évben, amikor, amikor elindult az ingatlan piac az élénkülés útján a korábbi három-négy éves válságot követően, hogy valaki azt mondta, hogy te jó ég, egy ötödik kerületi 50 négyzetméteres lakást eladtam 25 millió forintért, hát soha ilyen sokban nem kerültek ezek az ingatlanok, most gyorsan el kell adni. Nem, nem vett rögtön helyette mást, és utána egy-két éven belül már annyira fölmennek az ingatlanok, hogy abból a pénzben már semmi nem tudott venni. Tehát itt az ütemezés nem csak azért fontos, hogy tényleg pénzemnél legyek, és számon tudjam kérni a, a, a vevőt, hogy miért nem utaltál, mert letelt a határidő, hanem én is ennek a függvényében tudom megtervezni a tovább lépést eladóként, hogy mekkora bátorsággal tudom letenni a foglalót a következő otthonomba, hogyha még van folyamatban egy ilyen ügylet a láncolatban. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy természetesen ilyen esetben a szerződést általában a hagyományok szerint a vevő ügyvédje készíti el. Általában ugye ennek az a mögötte sokkal, hogy a vevő fizesse az ügyvédet. Ez egyébként a, a, az ingatlan értékének fél kötőjele egy át teszi ki, ezek az ügyvédi költségek, de vannak, akik már ilyen fix 50-60 százer forintér is elvállalják ezeket az adásvételi szerződések megszerkesztését, de ettől függetlenül eladói oldalról nem tudjuk azt megspórolni, vagy nem érdemes azt megspórolni, hogy a mi saját ügyvédünkkel, vagy a saját jogászunkkal ne nézessük át azt a szerződést, mert ebben azért lehetnek olyan pontok, amik később érzékenyen érinthetnek bennünket, és itt nem csak a vételár ütemezése, hanem például a birtokbaadás ütemezésével kapcsolatban is. Tehát, hogyha például azon kapjuk magunkat, hogy egy olyan szerződést írtunk alá, hogy már nem is a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg válik a vevő jogosultá arra, hogy beköltözön a lakásomba, én meg még nem tudok to to hova tovább költözni, akkor porul járhatok mert akkor valahogy meg kell oldanom, vagy bérlelnem kell valamit, vagy vagy más kényszerű megoldásokhoz kell nyújtanom, ami akár több százezer, vagy több millió forintba is kerülhet. Tehát akkor itt nem egy két szereplős játékról beszélünk soha itt, ha jól értem, akkor már nem is egy, hanem két ügyvéd, ugye akkor közjegyző is még, még, bejön. A közjegyző az a hitel, hitelek esetén köti, írják elő a bankok, pont a hitel szerződések végrehajtása, de általában ez az eladókat nem érinti. Tehát, hogy akkor mondjuk két ügyvéddel egy készpénzes ügyletet már le tudunk zárni. Abszolút. Ugye és innentől kezdve pedig a papírok elmennek a földhivatalba, és utána a földhivatalból pedig automatikusan postázásra kerülnek az adásvételi szerződéssel együtt az adóhatósághoz, és innentől kezdve azt is érdemes kalkulálni, hogy az vevők számára járulékos költségek, például szerződés illeték is fölmerülhet. Fölmerülhet vagy fölmerül? Azért mondom, hogy fölmerülhet, mert az illeték szabályoknak is vannak egyedi helyzeteket kezelő részletei. Tehát, hogyha például valaki három éven belül eladott egy ingatlant, vagy egy éven belül vásárol egy másikat, akkor a két ingatlan ügyletet ö, szembeállíthatja egymással. Tehát magyarul a illetéket csak az eladott ingatlan és a vásárolt ingatlan érték különbözetére kell kifizetni. Sokáig volt egy ilyen szabályozás 2008-ig az adózásban is, a személyi jövedelemadóban, hogyha eladtam egy ingatlant és vettem egy ingatlant, akkor csak a különbözet után kellett adót fizetni, akkor ez viszonylag magas összeg volt, 18 százalék azt hiszem, de most ez is leegyszerűsödött, most mindig adóköteles az ingatlan eladása, viszont az ingatlan érték, ami után adózom, ez öt év alatt nullára íródik, tehát magyarul, hogyha valaki hat éve ezelőtt vásárolt, vagy jutott hozzá egy ingatlanhoz, amit most elad, akkor utána nulla százalék az adókulcs, tehát utána már praktikusan nem kell adót fizetni. Ezt is érdemes szem előtt tartani egy ingatlan szerződés megkötésekor, mert, mert itt azért, hogyha pont ott az 5-6 hat év határán táncolunk, és mondjuk év végén lenne esedékes az ügylet, akkor érdemes kivárni azt a pár hónapot. Köszönöm László, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakult csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Stolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek. Viszont hallásra! Váltsd velünk valóra a műsort, a Raiffeisen támogatja.